Major General Fubuki be the go-between? Does that mean he's an enemy too? Even after everything he's done for us? It could just be one of the ways he goes about pretending to obey the government. We can sit here and doubt his intentions all day, but we're better off just asking. You have a big heart, Yuito. Your trusting nature is one of your most likable features. I should really follow your example. It's because he's sincere. I think our skepticism might provide him a nice balance. That might be true. Gyerünk. Phase 7. Where Lost Memories Lead. Elméletileg ugye, ahol utoljára találkoztunk... Ja. Sorry to call you out here. While I accepted Luca's generous invitation the last time, I feel it would be dangerous for me to frequent your hideout. There's a good chance the team surveilling me will notice. We appreciate your consideration. Wataru told me what happened in Ceyron. I've also given the government a report that won't affect our activities. What? Is that safe? Your family is Spring Pharmaceuticals. That's precisely why I did. Reporting my own family's wrongdoings only gets the government to trust me more. Besides, Karin and I were the first ones to propose that research facility. What? I think you already know about Alice. She's still being held in that facility as an other. We enticed Ceyron in order to protect her, knowing full well they would abuse their research, the results of which were the ampules and the uprising. We were fools. What's going on with this country? Ceyron may have incited an uprising, but there's still a new Himuka city just like ours. Suo's conducting human experiments, and Ceyron is basically doing the same thing. All of it being done to develop new weapons to fight the threat of the others. One chose to strengthen powers, and one explored a method to control the others themselves. What are others, anyway? I've heard they suddenly began appearing after the Spring of Extinction, but not much is known about them still. That's true. I guess the only other thing we know is that they're created in the Extinction Belt. Some are saying they're wild animals that experience sudden mutations, but are they really wild? It's very possible that the government is hiding what they actually are. That is the crux of it. Huh? Even the public can sense something different about the others. So, focusing on that point will nullify the government's personality rehabilitation efforts. Like exposing a government secret to every new Himuka citizen? Just like my brother did in the uprising. Exactly. Karin and I once plotted to send a video of a human at the moment of being metamorphosed straight to the minds of every citizen. But we couldn't find any definitive video to serve as our evidence, and I was hampered after they threatened Karin. So that's why you let the government turn you into a spy? Yes. But now they should have Nagi's data from when Naomi was metamorphosed for research purposes. They took his memory when they subjected him to personality rehabilitation. Now that you mention it, Nagi seemed like he had no idea about Naomi's metamorphosis after he was discharged from the hospital. But wouldn't that cause brain damage? Extracting a specific memory is a dangerous process, but that's hardly even a concern to them. You all have the same memory of her metamorphosis, but attempting to digitize and extract it is too risky. That's why we need Nagi's stored memory data. It's already been extracted. We can send the data via Arahabaki to every citizen as proof of the government's inhumane acts. The people are ready to hear it. Can you access it? Yes. I received permission to enter the secure site while you were heading out to Ceyron on your last assignment. I've been provided with a one-time use pass. Nagi's stolen memory. Where is it stored? I think they're storing it in the old OSF hospital you infiltrated before. I'm sorry for not having more concrete intel, but that facility was used to research powers. It's very likely it's there. Could you infiltrate the old hospital after the platoon has been reorganized? I forgot about that. I'm staying in Yuito platoon. This isn't the world I want either. I see. So Hanabi is the only one that needs to be transferred.
No, I'll stay too. Mindenki nálam akar maradni. Staying with us could mean being targeted by the government. Then we'll deal with it if it comes to that. After all the awful things we learned, I can't just sit here and do nothing while my friends are trying to do something about it. Na, látjátok? You don't care if it brings trouble to your family? No. And I'm actually starting to suspect that it wasn't just my uncle who knew, but my father too. Thank you, Hanabi. Your help means a lot to me. I'll leave you to recover Nagi's memory from Naomi's metamorphosis. I'd like to go myself, but I don't want them revoking my access to Arahabaki, so I have to lay low for now. You've made a lot of waves, Yuito. You need to be careful. This will be your second time infiltrating the hospital. Yes, I will. By the way, I can send you some data to help you bypass the old hospital security system. I may not be as good as my sister, but I can still put together a program or two. Please use this to aid your infiltration. Thank you. Well, good luck. Kaptunk meg tőle egy programot, amivel ki tudjuk játszani az old hospitalnak a védelmi rendszerét. Jó van, srácok, mehetünk is akkor oda végre. I'm with you, Commander Yuito. I'm really glad the whole... Úgyis akkor... Old OSF Hospital... Old Bard... És meg is érkeztünk. Ott kapásból van egy láthatatlan, de látom. Ez figy. The resource reading is close. Should we get it? You can't see it. My mother is still around. Use SAS to find it. I didn't see anywhere that looked like a place for him to be stored when we came here looking for Nagi before. Yep. Now die! It's over! If it's here, it must be deeper inside the building. Sure. Probably somewhere very hard to get to. Ez mi? Ja, ez Light Jelly. Hú, baszki, nem tudok felvenni többet. Megteltem belőle. Nem baj, később még jó lehet. Ez is az. Nem. Ez All Light Jelly, ugye ez egész teamre vonatkozik. Összedek minden lootot. Maybe Sukumi's clairvoyance. Yes! Again. My body, Dim. Where are you? Hang in there. I'm using this, Sukumi. That's mad. I'm somehow boss, but I just damaged outer shell confirmed. Keep going and break it. If your body begins to burn with fire, I'll bring your help. So be careful. Use this. Hit it. No way. De ezt nem értettem most, mi a fasz volt hirtelen, de... Aztán most összetölt a rohadt nekik, nem volt. Ez az. Jó, és akkor van még nekünk egy ugrálós kicsok. Érdekes volt, na, szedjük össze a lootot, azt húzzunk a vérbe. Szóval most megsérültem, úgyhogy fel tudom. Na, most felvesszük ezt is. That was close. Itt kellene tovább menni, de itt még oldalt lesz loot, úgyhogy benézek ide is. Egyes darab XP kell. Meg itt is lesz még valami. Series text data.
Yuito, I can disrupt the security system with Major General Fubuki's program. You can proceed safely. Understood. Nagyon jó, hogyha van. Erre tudunk tovább menni. Only. Go, Yuito! Yeah. It's covered in oil. Burn it up. Next. Yeah. Must be. Take this. I need your help. Üzd már fel! Amelyiket köszönöm. Szuper! Akkor megvan a hülyet. I'm using this, Sugumi! De miért targeteled azt, hogy Istenem, bazd meg? Igen, ezekkel van azért probléma, nem kicsit. What? Betöltött az extra power. Oh, hát persze. Na, valami legyen már gyerekek. Hát ezt nem hiszem, a bazik nem tud felállni se. Úgy van. Szuper. This is bad. Time to use this. Úgy, na, végre most már. Ez igen. Az ám az ability, oda nézzetek. Na jó van, öreg. Na most kap. Tüzeljük vissza. Szia Zoli, Minecraft? Hát nálam soha. Ez nem ez a csatorna. Na, végre elpusztult a hadzsugja. Ideje volt már. Mi a tököm ez a dobozos bölény? Itt van belőlük elég sok. Mindenféle érdekes növény meg a tököm tudja. An OSS member is always ready to deploy. Here we go. Come on. Leave it to me. Nemféle virágos néni is van itt. Úgy is van, tudok menteni. Meg itt van még valami. Ó, oda nézzük. Találtam még tudcot. Na. Do you need help? Mit csinálsz egyszer? Hát ez hülye az. Úgy van, köszönöm. Oké, fasza. Fülnyalogató. Az nem, melyik volt az? Nem vágom. Indie Fox. Jaj! Ja, aha, vágom.
Hát... most... igen. Ez a nyalogatás, szopogatás, ez már erősen nem... nem a gaming kategóriába tartozik. Tehát... kinek mi az élet? Az élete, ugye most... Na srácok, ez itt egy jó nagy szopás lesz. Azt kell, hogy mondjam. Ez az. Jó, öt kellett kiiktatni, mert ez volt itt a veszélyes. A többi az már nem olyan gáz. Következő osztag. What? Ez a smi! Ezt sok nyomorultat geci, ezt nem szállál már. Gyere, rugdolós kutya! Na úgy van, na most mutassátok! Na, most mondtam ezt meg. Hát meg formába, azt lerugdosom őket, mert ezek... nem bírnak magukkal. Szevasztok! Na, mi a helyzet? Úgy van. Na, most sugdaljál, anya, mi a helyzet? Fóvert neki! Kapta! Kirántani a bohócot. Hát van ilyen. Találsz ezer másikat, jobbat. Tudod. Na, majd ezzel letudtuk ezt a fájtot is. Várjátok már. Elvileg szintet léptem, azt hazudták itt nekem. 9 pontom van. Ó, hát szintet léptem. Menj már innen. Ez micsoda? Ja, ez a knockdown-os cucc. Ez meg a Supercharge 2. Egyelőre nekem a Supercharge 2 nem kell, mert ezt kevésbé használom. Két pontot össze kell meg gubázni, és akkor meg lesz az ötös kombó, az viszont már baszú. Utána elindulok ezen az úton. Ez micsoda? Defeat the enemies with brain crash while brain drives is active. Light restored brain drives gouge. Ez egy fasság. A brain drive ugye az, amiben előbb bementem, nagyon ritkán használom, úgyhogy nem is fogom talentelgetni. Ja nem, a brain field, ez a brain drive, az meg... ja, tudom mi a brain drive, azt meg automatikusan adja be. Hát, az is ritka, ezekre felesleges talentelni. Inkább csak a... ugye azt a... azt a izét követem, útvonalat, mármint ugye ebbe a játékba úgy próbálok fejleszteni, hogy ez a természetes alaperőből megoldani a damage-et, meg minden szart. Szóval ezekből a átalakulás, meg ilyenekre nem is fejlesztek, mert szerintem nem olyan jók, meg kevésszer van jelen, úgyhogy inkább az alaperő legyen erős, vagy sok. Várjál már. Ó, várjatok, várjatok, ott van valami, amit nem szedtem fel. Oda nézzetek, ott maradt a cucc. Na azért. Így már mindjárt jobb a helyzet, nem hagyunk el semmit. Kell a pénz, meg a heal. Megyünk tovább, végre. Erre körbe. Van valami speckó info. Ha? Menjetek már! Tessék! Kellett nektek ez? Kellett ez?
Looks like the enemy dropped something rare. Na, ennyi. This is pretty rare. És akkor most vegyük fel az infót. Mehetünk tovább. Ott egy sáskalábú. Hú, az mit kapott, Getz? Ez a látásra. Magadtuk ennek is a kegyelmüdöfést. Mehetünk tovább. Azt mondja, hogy itt van kettő darab. Ej. Várjatok. Hol vagyok most? Nem vagyok a piros. Jó, igen, látom. Először bemegyek itt, mert itt van egy összeszedhető tárgy. Is van az egyik, a másik meg itt van. Pont egy info. Ezeket szedtük össze, ugye? I need your help. Menjünk tovább. Itt lesz balhé szerintem. Túl nagy a terület. Kéne keresnem egy left triggeres valami tuccot, amit lehet hajítani. Ott van a, meg is van. Pajzs nélkül nem. Viszontlátásra. What? Miért ragadtam be? Brain drive-ozunk egyet. Ki a következő? Jöjjön elő. Bazd meg, ezt nem hiszem már el, komolyan, hát ezt... De fel se tudok kelni! Na jó. Hát most! Nyalogasd, nyalogasd! Kapta? Mondom, kapta? Úgy. De jó. Menj valami fasság. Mi a fasz ez? Na végre összetörött, bazd meg, erre vártam. Arra mehet, ha nagyják meg magukat, ezek a szarházért. Ezt a kombó közben anyádat ütögessed meg. Tudod, akkor gyert. Legyetek kemények. Ha eddig azok voltatok. Lássuk. Na mi van, miért nem vagy kemény, bazd meg? Nem értem. Előbb még annyira kemények voltatok. Na, erről ennyit. Fuck yeah. Kalicskásuk. Mehetünk tovább. Keménykedtek eddig.
Leptem egy szintet, szerintem már feltöltöttem maxra, ha jól láttam. Ja. Ami azt jelenti... 4 pont, kell még 2. Még egy szint kell. Vegyek zselét. Hát egyelőre. Annyi pénzem van? 12 000. Kevés. Kevés, mint a dög. Várjunk csak. Vizuál. Inari goggles red. Red. Light shield goggle. Ezeket eladom. Az inári maszk az kell. Ez nem kell, ez nagyon szarul néz ki. Az animal food az kell. Ez meg a backpack, ez egy fasság, ez nekem nem kell. Na, így most már van lóvém is, látjátok? Vegyünk zselét. Medium zselét, többi nem is kell. Ennyi elég. Látjunk. Go! Van egy csomó gyökér. Egészet be kellene járni. A loot miatt természetesen. Wow, nice. Oké, nem erre megyünk. Ezt a területet itt kiütöm nullára. Hú, kellene nekem valami okosság. Ne. Ez nem látod valamit dobni rájuk. Nem. Persze, nyugodtan dobjál. Egy a fejét. Nem vegyél gyerek padlón. Úgy van, még egyszer. Tök jó. Hogy talált el? Adjuk már ezt a szombat. Hát persze még ülj meg, nem? De... Isten, geci, nem szart. Na végre. Akkor egy gyökér ez a mondta, hogy ez van nála. Persze. Őri a kutya. Meg van egy ilyen idióta. Akkor elhasználok egyet. Tök jó. Nagyszerű. I need your help. Időzítés van még egy. Aztán nincs még egy. Oké, mehetünk is. Végre.
És akkor tovább a quest irányába. Belútoltam az egészet. Szerintem lesz valami boss fight meg. Kezdem azt érezni, srácok, hogy... Nézzünk térképet. Arra lesz a party. Lehetne rövidíteni viszont... Mérjétek, hogy van ez itt? Van egy loot. Medium jelly. Megint eltolok egyet. Úgyhogy a maximum 10-et lehet egyszer magamnál tartani. Jó, mindenképpen erre kell menjek, ahogy látom. Onnan elértem. Itt van valami cucc. Aha. De miért nem veszed fel? Ne üssél, vedd fel. Y nyomom, igen, kiírja, hogy Y és üt. Na végre, köszönöm. Nice. Mehetünk. Medium zselé. Mit csinál? Mit csinálsz? Na, megjöttünk, basszom, faszom. Nem szerettem az ilyet. Mestenek kezdtük tömlő, mert ez egy paraszt. Ó, 33-as szint, nagyszerű. Adjunk neki egy kis üzemanyagot. Égél! Szerintem megkapták a tudt arcba ismét. De itt vannak még. Leave it to me. Egyötös a szorzó. Gyere már ki onnan, baszok. Bent rohangáztak, tök jó. Igen, pont az jött rohangáztak. Inkább átmegyek a formába, ha van. Nem killódok én ezekkel. Azt csapom össze mindet. Tűzifa van. Egy kész. Jó van, ügyes voltál, mindjárt megdicsérlek, várja. Tudom, hogy sok van meg dobász, nagyon ügyes vagy, bazd meg. Ász te kurva, de ügyes vagy. Na, majd most. Menjünk befele ide. Hú, várjátok, nem. Hogy van ez itt? Van egy pár zöld cucc, amit... Hol is tudok összesz... Aha, már látom. Ez volt a trükkje a szobának. Medium zseli, tele vagyok. Hát, healerünk. Hát,
fő. Azt mondja, hogy tele vagyok médium zseliből, holott nem. Ugye ez all médium zseli. Az se rossz. Kell majd mennek. Mindjárt megyek tovább, csak itt még van cucc, ezt összekapom. Oké. Okay. Get. Na. Jó. Intel. I need your help. Ez csúnya lesz. És nem tört össze. Ezt nem mondott komolyan, bazd, hogy ilyen nincs forma. Befejeztük már? Még egyszer megdosszolom, hogy agyon beérlek, köcsök. Mert már fasz ki van elve. Na most fogott a pajzs, hello? Na végre, el se hiszem, köszönöm. Ja, még itt van egy paraszt. A lábúja a gyengé. Még valaki? Ha, van még. Még vagytok? Hát hogy ne? Sőt, nem hogy vagytok. Igen, várató volt. Na menjél már innen a faszba, mert nem használok ilyen létre. Szintlépés, és már rám kúrja a szart, és nem tud kimenni innen, de jó. Na menjetek már a faszomba innen. Pörgős kutya anyáddal együtt. Na. Nem lesz fasz, hogy ennyi basszát kitöredet. Nem látok a hátam mögé, badd meg! Látok, ezt nem hiszem el. Állj már föl, meg fog halni szak... Állj már föl! Hát Getz, mit fekszik ez itt? Kibaszott életbe már. Fekszik, bazd meg. Istenem, bazd.
Spammelős faszom, bazd meg ez az egész. Ez az egész spam, spam bajnok, bazd meg. Nézd meg. Nevetséges az. Spammeljét a csicska. Semmi más ability-e nincsen, csak a spam, bazd meg. Hú, de dühítő. Spammelős csicska. Ez a trackkelés, na végre. Ugye spammelnek állandóan, ugyanaz, semmi más. Spam. Semmit nem csinálnak, csak spammelik a szar. Ú, geci. Kész vagyok ettől a döbbtől. Most... Nem szeretem, amikor ilyen spammes izék vannak dolgok. Ez csak annyit csinált, hogy dobált, semmi más. És kibaszott undorító, amikor földre kerülsz, nem tudsz mozogni másodpercig, azt úgy ölnek meg majdnem. Hát meg az anyád. Na jó. Ez a döget gusztustalan volt, srácok. Ezek ennél a boss fightok ezerszer könnyebbek, mint ez a dög. A spammerős dög. Viszont léptem szinteket, úgyhogy most már 10 pontom van végre. Kirakom a 5. kombót. Hurrá, maradt 4 pontom. A charge nem érdekel jelenleg, mit kéne rakni? Ez se rossz, ez mit ad? Cignal Attack Scan Drain. Crash Gouge. Great Amount Increase Base. Aha, ez jó. Crash Gouge az, ami a lényegében a pajzs. A sárga csík, amit ha összetörök, akkor kapják. Nem is pszichokinetik adtak, ez se rossz. Mindenképpen ebbe az irányba kéne menni, increase speed, ez nem kell. Itt van a kendrén. Crash Gouge, a Great Amount, ez is kéne. Jó, először lehet, hogy elindulok ebbe az irányba, kirakom ezt körbe. Brain Drive Gouge. Summation plusz 20%. Hát azt majd utána rá erre kipattintani. Rakjuk ezt. Mehetünk tovább. Lehet, hogy veszek gyorsan a... felszerelést. Mert ha boss fight lesz, akkor nem tudom mennyit fog felemészteni. Mert sajnos ez ilyen heal spam menős játék. Úgyhogy így is úgy is kell neki tolni. Az RS, ez hogy van? Ó, bassza, meg ott körbe kellett volna. Nem mindegy most már. Na lássuk, hogy mi van itt. It doesn't look like they're storing data anywhere. I don't even see anything resembling research equipment. I think the facility is underground, but there weren't any stairs leading down from the first floor. We'll just have to comb the area ourselves. If this is where they conducted his personality rehabilitation, Nagi's data should be here. I wonder if Nagi managed to get away. I had all of you there to rescue me, but he was alone. Ja, igen, itt volt az utolsó, amikor a Nagi az szembesz... Itt van a Nagi. You did come back. Of course you did. I mean, we're best friends, aren't we? Looks like Nagi received even more personality rehabilitation. Hogy mit csináltak, rehabilitálták, és kicsit kettős lett. The last time we saw him? Viszont erősebb jóval, mint volt.
You traitors against glorious new Himuka are the ones who need rehabilitation, not me! There's no need to worry, Yuito. They specifically told me you need to be alive when I bring you in! Biztos jó lesz. Találjuk ki, hogy mi a pöcsön van. Of course, I'll kill anyone else who gets in my way. So what's it gonna be? Here we go. I have to. Ooh, most kéne szétverni a poppáját. Don't let the personality rehabilitation control you, Nagi. You tell me your friend. That's why I'm doing this. I'm steering my friends the right path. I didn't know Nagi could fight this well. If we don't use SAS, we don't have a chance. Aha, kapjuk. That was close. Nézd ki a hülye gyerek. Kicsit megégetem a pofáját, azt kapja. Aha, kezdődik. Ez meg ezt a frisbee spammeli állandóan. Ez az ötös ability-e, amit tud. Gyere, Drain! Vagy a Brain Drive az pont most jött be. Tehát mindegy. Dobálom egyelőre, még így is erős vagyok. Remek. This is bad. Nehogy bad. Kell a látás. Ott a paraszt. A picsában nincs izém. Nem vagyok betöltve, nagyon fasz. Ez azt jelenti, hogy elkúrtam. Na jó van, ügyes. Nem tudok hozzá egy közel menni, az a baj. De. Oké, megoldjuk, megoldjuk. Kapta. Kapta. Meg. Kapta. Kapta. Gyere, nyomorú! De jókor kapcsoltam a shieldet! Úgy van! Most kell neki adni. Oké. Okay. Úgy vélem, hogy most jók vagyunk. A csapatom viszont elég fosulál, úgyhogy töltök még HP-t. Na, még egy teleportációs rész, és bum be! Mehet. Apulva. Time to use this.
kivettem. Áj, nem kaptam el. Ja, de elkaptam. Mindjárt meghal. Jó fasz, Józsi. Nudli vagy, bazd meg. Ez az. Jó kis boss fight volt. Behullott, mint a füge. Too bad for you, I'm not done yet! Jó, várjál. Guys! Bész kettő? Ne kúrják. Az baj. Szerintem egy kicsit most lehet megvadulunk. Ja nem, megint szarul vagyunk, fasza. Igen. Azt hittem, jön még egy fész kettő. Yuito, I know that was scary. Mi az én visszaemlékezés? They're all done with the tests now. Honest. No, majd az erőt ad. See that brave face. You're okay. It's all over. Várjatok csak. Mami! Na most. A dream about my mom? Why would I have that now? Oh, right. This ceiling. It looks like the hospital room from when I was a kid. The smell, too. Smell. Where am I? Huh? I can't use my powers? You can't use your powers here. Those restraints are designed to nullify your abilities. Aha, bilin csak úgy van a tervező, hogy ne lehessen használni az erőt. All you had to do was play the patriotic hero, and you would have had the world on a platter. Who are you? Just a humble staff member of this facility. We've met a number of times when you were a child, but I'm sure you don't remember. What? We did? Have you forgotten about your time here in the hospital with your mother? Azt mondja, hogy nagyon sokszor találkoztunk, mikor gyerek voltam. Which means this is still somewhere inside the old OSF hospital. Where are my friends? No idea. Your friends are outside my jurisdiction. I'm in charge of duds. You mean people without powers? That's right. I was in charge of the experiments involving you and the Travers brothers. Unlike Karin and Luca, it seems like your psionic hormone levels are dropping. What? Now that I think about it, your psychokinesis was activated under some unconventional circumstances. Duds have an extremely low chance of manifesting powers in the first place. This could mean there's something special about your cerebrum. I'd like to ask you a few questions. Wait, I'm a dud? Oh, so you're missing your memories from when you were a dud too. This is going to be tricky. It seems your brain is accumulating damage as you use your power. I need to run some tests before I ask you any questions. I'm sure you've experienced episodes of sudden memory loss or having difficulty remembering your childhood. Wait! Please, explain it to me so I can understand. It's simple. You were born a dud. Ja, hogy then átlagos you were hospitalized ember here születi, with your mother because erőnk. This was still the OSF hospital at that time. We know that duds are capable of acquiring potent és power. Itt a hospitalban egy kísérleti stádiumba csinálták azt, hogy legyen erőm. I'm a dud? Szóval egy kísérleti nyúl voltam lényegében, mint a karakterem. It's time to go back to sleep. Az igen. Damn it. A dadokat, dadnak hívják azokat, aki, akinek nincs ereje, hanem csak átlagos ember. Are you all right?
Ezek a Fubuki volt, ugye? Major General Fubuki? How? The program he gave us was able to tap into the facility's surveillance camera feed. I knew it would be dangerous infiltrating this place. I made sure I would be available if something happened. Thank you very much. I'm glad you guys are all right. I'm sorry, Major General. We couldn't get Nagi's memory data. Right, Nagi. What happened after that? You suddenly collapsed, and Nagi... He took you, and then used you as a hostage. We were afraid of hurting you, so we couldn't attack him. We were locked inside a room. There was strange lényegében, amikor összeestem, utána megragadott Nagi, és azt túlsznak használt, azt mondta. The Major General Fubuki showed up before any of us were rehabilitated, so we're all okay. You don't have to worry about us. Sorry. You're always rescuing me. Thanks, guys. Wait. It looks like... others are gathering. I've disconnected the alarm, but they should already know Yuito's trying to get away. We have to escape the hospital. I've already shared the way out with Wataru. I'll hold them off here. But... Don't forget, I'm a Septentrion. I can handle myself. Take this. Don't lose it. No matter what. Yeah, úgy látszik, hogy mi már csak menjünk vissza. I'll tell you when we get out of here. Now go. You'll only get in my way. Okay. I don't see any safe area near here for teleporting. We have to run. Kofutás. Got it. Please, be careful. Itt marad a tábor. Nem, mégiscsak nagyon kell. I have no power. I'm more confused than shocked. Oh, you sure? It's too much to take in. Still more. Nagi must have attacked Yuito under orders from the new Himuka government. I did. We should consider him as being completely under the government's control. Már itt nem vagyunk, oké? Micsoda titkos létesítmény az old hospitálon belül, azért nem mondom. Arra nincs lók, erre menjünk tovább. Ott vannak ilyen láthatatlan genyók. I'm using this, Sigumi! Here we go! I can't see it, but the other is still around. Use SAS to find it. Come on! Let's regroup now! Okay. De miért nem tud felütni, amikor megnyom a szájba küld gombot? Így. Na, nem hiszem el. Köszönöm. Várjátok, itt is van még valami tudsz. Max Jelly, hát azt egyelőre nem kell használjam, ebből tele vagyok. Lehet, hogy Lightot fogok használgatni egyelőre, megvárom, hogy mi lesz. Itt kéne kimenni. És itt is van még egy loot. Field Boost MK4. Azt meg valamelyik emberemre rárakjuk. Old Ward. Várjátok. Rakjál ki, menjek, jó. Gondoltam, hogy raktak ide lootot megint. Forcefield MK4, helyes. I can't escape this way. Szia, Klau, Mizu. Ó, katonák, oda nézzetek. Jó, inkább betolok egy ilyet. I can still fight. Na legyél. I'll help. Na legyél, bazze.
next? Nincs következő osztag. Valami speckó, tudsz esetleg itt. Vagy ne lenne. 3000 kredit, haver, az jó. Ne mondjál ilyet. Később megbánod. Szabad. Former Major General Karin? Yuito, it looks like you've finally become a traitor too. What do you mean? Did the new Himuka government brand Yuito a traitor? Yes. I doubt you'd be allowed inside Suo. Come to Seiron. You'll all be accepted as one of them. You're asking us to help Seiron? The same people who are sticking human brains inside others? Meanwhile, New Himuka is conducting experiments to metamorphose humans all in the name of producing a strong power. And at its center is the great city Suo. They're both twisted. They're both crazy. Így van. Then what do you want to do? Run to the religious fanatics in Togetsu? They're a religious state. They'd probably be open to taking in criminals such as yourselves. But Togetsu won't necessarily be a safe place this time around. This time? Just a figure of speech. Yeah. New Himuka won't be able to get us in Togetsu. They're an independent city. It is a little shady, though. Is that why you came here, Karin? To tell us this? It was just an afterthought. However, take this if you're going to Togetsu. I can't drink this! I won't! Whether it's human blood or brains, you need to drink it if you want to live. Either way, you'll lose all your memories and powers if you choose to do nothing. The drugs are simply giving you time, so you have to drink it whether you like it or not. He's up to something. But what is it? Most likely saving Fubuki. Should we be helping him? No. Ez a chapterrel most befejezzük srácok a mait, amint visszaérünk se a terve. Alright. Köszi, azt a flow. Hey, good job everyone. Man, this unit's so cozy. Wataru, what are you doing here? I had a meeting with Major General Fubuki. I was supposed to escape to the hideout if they found out you guys snuck into the old hospital in Lokusho. I mean, I can navigate you anywhere as long as I have a PC and Synet. Which means that Fubuki predicted Yuito would be branded a traitor. So, he told Wataru to come here, since he is Yuito Platoon's operator. If they're going to make Yuito the bad guy, it makes sense to take out the person who knows what Yuito Platoon is up to. Good thing Wataru got here when he did. Otherwise, they may have subjected him to personality rehabilitation. Yep, that's basically it. I made sure they didn't know where this hideout was before I left. This was originally a unit for the Sumeragi family. It'd be bad if Chief Kaito found out we're here. But it seems like we're fine for now. I haven't told my brother that we're using this unit, but we should be careful. We own many others, so I don't think they'd find this place right away. In any case, I can't believe my brother made me into a traitor. Yuito. It's really made it clear to me that he sided with the government. Not that I didn't already know that. Azt az 5000-et, amit raktál, visszaadtam, nyugi. Anyway, since I'll be staying here from now on, rest assured that nobody will find this hideout. More importantly, do you still have the thing Major General Fubuki gave you? I have it, right here.
5000 plusz áfa lesz a host, majd egy 100-as hostot hozol akkor. A one-time use key code generator. Why would he give something that important to... Azért, annak, hogyha majd átlag 100-as host lesz, akkor entrusted the key code generator to you because he thought he might not come back alive. Have you heard anything from him? I've tracked him leaving the old OSF hospital. He completely disappeared from all systems after that. I hope he hasn't been captured by the government. My brother saved Fubuki. I'm sure of it. We have nothing to worry about. That reminds me. I wonder if it's true that former Major General Karin and Luca were both duds. I'll look for him on my end, too. Yeah, érdekes, besides, hogy a Luca meg a, you guys don't have the luxury of worrying about anyone. They're calling you demons and hypocrites in Suo. Our stocks are limited. If you don't make contact with Togetsu or Seiron soon, we're gonna run out of supplies. How could they do this? They were just hailing him as a hero. It's fine. They shouldn't have been calling me a hero in the first place. There's actually something I wanted to tell all of you. It seems that I was born without powers. But you have powers. What are you saying? You know how I was being treated at the old OSF hospital as a kid? Seems like I was subjected to an experiment that caused me to acquire my power. I think the reason why my powers have been on the fritz lately is because they were artificially engineered. It probably puts a huge strain on my mind. Are you sure you're okay with telling us this? That you used to be a dud? Oh, is he sensitive about having been a dud? I mean, hiding it doesn't change the truth. And I figured you all deserve to know, considering all the trouble my unstable power caused you. It's no trouble. Really. Yeah, we're just worried about you. It's only natural for us to worry. But thank you for telling us. I've heard there are many people without powers who live their life suffering in secret. It's sad, but I do believe that is the case. And if something ever happens, you know we have your back. Thanks. All right. We should rest here a little bit and figure out what to do next. Na, srácok, obtained. Arhabaki, passcode, generator. Jújtó story, standby, phase 7. Ugye phase 8 előtt vagyunk. Lényegében annyi, hogy ilyenkor lehet megcsinálni ezeket a személyes ilyen cuccokat. De lehet nála, ugye ő a tüzes kis csaj. Hanabi, ővel a fejlődnénk egyet. Meg a Gemával is ő, meg a defenzív. A fasz. What? That's unforgivable. I don't really remember it, but thanks for worrying about me. Két Bond quest van, story. Plusz a szokásos kettő még ezeknél. Az egyik az a... Fasz. Az egyik az a Zarashi, a másik meg a Shiden. Hát a Shiden az egy gyökér egyébként. Viszont azt már a következőre fogom hagyni. Tudok itt egy mentést. Azt mondtam, fight óta kaptunk egy szintet. 34-en mentettem utoljára. 35 bizony kaptunk. Van 4 darab levelem. És ezt fogom belőle fejleszteni. Nice. Szilkinetic Satax Can Drain Crash Gouge. A great amount increased base. Aha. Szóval, hogyha pszichokinetikussal odaverünk az olyan lényeknek, akin van ez a crash gouge, akkor jobban le tudjuk sebezni azt a crash-t. I don't know if I should go to Togetsu or Seiron. Jó van. Ja, a kard fejlesztés. Kaptunk újat. Exchange-eimbe kardot, ha tudunk, már tudunk is, oda nézzetek. 50-es. Ez a következő szint. És kész is. Nézd, hogy a többieknek tudok-e valamit.
úgy néz ki, hogy... Ez nem... Aha! Végre tudom fejleszteni neki is a fegyverét, már ideje lesz, mert elég szarul néz ki. Sőt, több szintre is tudok. Eddig jó, oké. Hát le van maradva hozzám képest, de hát majd... Majd idővel. Lehetne elvileg vásárolni is nekik, de csak 47-ig. Hát nem tudom, megéri-e. Gemának. Meg neki is kéne, de 2000-be kerüljön, sok hallom azt érte. Nem is használtunk el sok mindent. Jó van, srácok. Megvan az új kard, az a lényeg. Többi az annyira nem. Nagyon szimpla kardnak tűnik, semmi extra nincs vele.